Itt vagyunk a házunk előtt a kanálisnál. Csodálatos idő van. Még egy bárányhál felhő sincs az égen. És azt akartam megmutatni, hogy teli van a kanális halakkal. És ahogy nézem, nem vagyok benne biztos, hogy mindaz, de vannak közte vörös szárnyú keszegek, ami nagyon finom. Úgyhogy mindenképp be kell szereznünk a horgászengedélyt, meg a horgászbotot, mert vannak halak bőven. Jövő hét utáni héten úgyis Szabin lesz Dani, és akkor valószínűleg elmegyünk, bocsánat, kempingezni egy-két napra ide a közelbe, és egyúttal akkor lehetne pecázni is. Ó, itt egy kacsa. Lezárt egy kacsa, meg még egy. De cukik. Nagyon sok madár van, mindenféle ilyen vízi madár, meg hattyúk. Meg láttam már itt rókát is. Múltkor nyuszit láttunk. Mókus az Londonban több volt, mondjuk itt is láttam már, de az nem annyira jellemző. Úristen, mennyi hal! Teli van hallal. Mondjuk egy kicsit koszos a víznek a felszíne, de teli van hallal. És elég nagyok most már. Kis paprikás lisztbe megsütni őket, jó lenne. Aha, ez ilyen vörös szárnyú keszeg. Látszik, hogy piros az úszója mindegyik. Ilyen van a Balatonban is. Vagy legalábbis annak idején még volt. Annyira nem tudom, hogy áll a halállomány mostanában. Úgy döntöttünk, hogy a tónak a másik oldalán fogunk menni, kicsit kerülve. Igazából bízom benne, hogy amire aludna egyet. Citus, nem akarsz aludni egyet? Kendőbe hoztam. Nem a babakocsiba, mert nagyon szereti, hogyha így hordozom. Meg nekem is sokkal kényelmesebb. Nem kell a másodikról babakocsival leküzdenem magam. Mondjuk Dani biztos segített volna, mert otthon van, de ez így jobb mindenkinek. Leértünk a tópartra. Itt egy-két hónapja ezek a növények, itt mind nárciszok. Méghozzá fehér nárciszok. Nem is nagyon láttam még fehér nárciszt, otthon inkább sárgák vannak. És ez itt a Szerpentin tó. Ez Hamptonban az egyik legnagyobb tó. És ez a kanál is köti össze a másik tóval, ahol múltkor voltunk sétálni Amirával. Szóval egyébként abba az irányba van a Tesco, meg a Boots, tehát a Tesco épületében van a Boots, ahova most megyünk. De úgy döntöttem, hogy megkerüljük a tavat, és a túloldalon fogunk menni, szóval most erre indultunk. Közben átértünk a tónak a túloldalára, és mi ott lakunk szembe, ahol az a kis fa híd van, az a mi utcánk. Most pedig úgy döntöttem, hogy elmegyek itt balra, mert meg akarom mutatni a bölcsödét, ahova a lányok járni fognak. Az a terv egyébként, én októberig vagyok Gyeden, de ha nem kell járnunk Magyarországra, és Anna hazaköltözhet, akkor itthon fogok velük maradni, és csak napi egy-két napot fogok dolgozni. Valószínűleg otthon végezhető munkát, fordítást fogok csinálni, mert hiány van itt a környéken a magyar tolmácsokból és fordítókból. Igazából már voltam is tolmácsolni. Mikor? Két hete. Meg megyek megint
jövő hét utáni héten, talán valamikor júniusban. Szóval azt terveztük, hogy heti kétszer fél nap a minimum, amire be lehet iratni a gyerkőket bölcsödébe, és arra be is fogjuk őket iratni, mert fontos lenne, hogy ugye megtanulják a nyelvet. Otthon mi magyarul beszélünk, mivel hogy mindketten magyarok vagyunk. Mondjuk nyilván a mesék, amiket olvasok nekik, többségük angolul van, azon egyszerű okból kifolyólag, hogy nem nagyon vannak magyar könyveink. De minden esetre szerintem jót tenne nekik, hogyha egyrészt közösségbe járnának, lennének új barátaik, nekem is az egyik legjobb barátnőm, Bölcsi óta barátnőm, akivel most is találkoztam, amikor Budapesten voltam, az Andi. Egy napon kezdtek el minket beszoktatni anyáink bölcsödébe, és 32 éve az egyik legjobb barátnőm. Na, itt van egy ilyen kis domb. Most télen elég sok hó volt, pláne ahhoz képest, hogy itt Angliában ez nem annyira jellemző, úgyhogy itt lehet szánkózni, meg be lehet látni onnan gyakorlatilag az egész vidéket. Meg van egy nagy játszótér, ott arra van egy kosárlabdapálya, meg ez a csúszka. Ez még tök jó lehet. És ez Hampton Harget-nek a központja. A tónak az egyik oldala Hampton Vale, ez a másik oldala, ez pedig Hampton Harget. És itt van a Busy Bees Nursery, a szorgos méhecske bölcsöde, és ide fognak járni a lányok hetente kétszer fél napot. Na, meg kellett állnunk egy kicsit, mert Amira megéhezett, úgyhogy leültünk a dombnak a tövébe, van egy pad, és megetettem. Igen, bekajáltál, igaz? Finom volt? Jó volt, tápi? Úgyhogy most meg sétálunk lefelé, a Tesco felé. Ez itt a gimnázium, secondary school, és ott Hampton Vale-ben, ahol lakunk, a tó túloldalán van az általános iskola. Úgyhogy elég közel van minden. Hazaértünk Amirával a sétából. És Amira dedizik. Én meg elnyúltam a kanapén, mert kicsit elfáradtam. Jaj, apa. Hogy néz rád? Mint az Istenre. Nagyon jó fogod.
fel akar ülni, szerintem azért fogja annyira. Igen. Amikor az akkor szoktam. Tudod, hogy csinálni? Fogd meg az ujjam. Úgy, igen. Nem, állni akar? Na. Ah, elengedte. Nem akarok felülni? Ah, csak vicceltem. Csak vicceltem. De olyan cuki ez a kis nadrág szoknya, ami rajta van. Egyébként kint nagyon meleg van. Most itt bent szerintem hűvösebb van, mint kint. Elég volt. Hát nem tudom, Dedi, hogy elég volt-e. Nem akarom túlpörgetni. Késő szerintem, hogy elnézem késő. Nem lesz ebből alvás egész nap, úgy látom. Aludt egyébként a kendőbe, most is sétáltunk, aludt rajtam. Meg megálltunk út közben, megfejáltattam, mert megéhezett. Még soha nem szokott séta közben megéhezni, mindig bealszik rajtam. De most megálltunk és megetettem. Hehe. Jaj, hát ez nagyon tetszik neked, te. Igen, Dedi. Jó megfigyelés. Jaj. Nagyon jó. Zsuzsi, már hányra megy dolgozni? Azt hiszem, 4 vagy 6. Jó, nem, ő Huntington. Ó, akkor egész nap ott van, ugye? Egész nap, meg holnap is. Már rég láttuk, vagy hát én. Amire nem olyan rég látta. Ő kereszt mamázott, amíg oda voltam Magyarországon. Elég sokat. Jaj. Hát apa már megint túlpörgetett téged, igen. Megint. Berakok valami gyerekzenét, mit szólsz, amire énekelünk, meg táncolunk. Wheels on the bus go round and round, round and round. Az jó lesz, Mancis? Van kedved buszeset hallgatni? Ne nézzünk valamit.